újoncként, de magasabb osztályt is megjárt játékosokkal vágott neki a bajnokságnak a sényű, és a csapat igazolta is az előzetes várakozásokat, végig ott volt az élmezőnyben. Olá Dávidék egyedüliként győzték le a listavezető Ibrányt, a 10. fordulóban 10 gólt lőttek a Gyulaházának, másik végletként viszont az őszi zárófordulóban, Tiszavasváriban 7 gólt kapott a sényű. Az ember Roland által irányított együttes végül 9 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel, 43-22-es gólkülönbséggel 29 pontot szerezve a harmadik helyen zárta az őszt. Összességében azt mondhatom, hogy ha számokat nézzük, elégedettek lehetünk, hiszen csapattal szemben a vezetők elvárása az volt, hogy 10-ben legyünk. Mi tudtuk ezt ezen előtt, hogy azért valószínűleg előrébb fogunk tudni végezni, és így van, a harmadik hely össze is jött, bár igazság szerint szerintem több volt ebbe az őszben, hiszen jó néhány pontot, jó néhány buta pontot vesztettünk. Így azt mondom, hogy a második hely talán reálisabb lehetett volna, de most így jött össze, harmadikok vagyunk, viszont lőtávon belül van a második, úgyhogy szeretnénk tavaszi fordulók alkalmával már rögtön az elején megelőzni az előttünk álló csapatot. A korábban az NB1-ben is megforduló védő szerint nem lehet panasz a megyei első osztályú bajnokság színvonalára. Én ugye még nem játszottam soha megyei szinten, és nagy meglepetést okozott számomra, hogy milyen erős ez a bajnokság, hiszen talán az Ibrány ugye egy kicsit elugrott a többi csapattól, de ha megnézzük, utána nagyon-nagyon sűrű a mezőny, és a második és tizedik hely között, nem akarok ilyesét mondani, de 10 ponton belül van a differencia. Úgyhogy, és meg is mutatkoztak az eredményekből, hogy tényleg bárki bárkit megverhet. Úgyhogy nagyon kellemes meglepetés és egy nagyon erős színvonalas bajnokság most ez az idei megye első osztály. A játékosok a téli pihenőt követően január 8-án találkoznak először, és rögtön egy teremtornával indítja majd a felkészülést a sényűi együttes.